önöknek is köszönöm szépen a figyelmet. Most kivételesen nem csak az... Nem, még van egy vendég. Hát, ne köszönjél. Isten éltessen benneteket. Az egyenes beszélés a televízió nevében hadd adjam ezt át. És ennek köszön, hogy oda leülök egy kicsit, jó? Mondom, van még egy vendég. Igen, egyébként most nagyon kicsúszunk az időből. Tehát, nem csúszunk ki az időből. Biztos? Biztos, hogy nem csúszunk. Mert ez nálunk itt nagyon komoly probléma. Én azt tudom, hogy még van idő. Jaj. Szia. Megleptelek? Hát nem jó. Kicsit. Jó. Szerintem most az elmúlt napokban téged sok meglepetés ért. Igen. Ilyen ügyekben. Igen. A kollégák a tenyerükön hordoznak, de ez most már hetek óta így van. De ez teljesen így van, igen. Olyan aranyosak vagytok, hát akkor maradj még pár hetet, hát van még. Nem. Mennyi van még? December 12, hát bő egy hónap. Fantasztikusan bírtad, én nem gondoltam. Ja, mindig ezt mondod, de én meg erre mindig azt mondom, hogy nézd meg este 9:30-kor, hogy hazaessek, és hogy akkor... Elfáradsz? Hogy lett Máté? Hogy lett Máté? Hogy lett Máté, mert hogy Máté leszek. Úgyhogy, hát, hogy egy kicsit megszivattuk őt azzal, hogy két vezetéknevet fog kapni, mert a férjemet is megkapja, meg az enyémet is. Hát ez így akkor már nem titok, Pungor Krug lesz, és gondoltuk, hogy legyen egy egyszerű. Valami rövidebb kap. Lehetett valami Ede is, az igen, még rövidebb. Igen, de azért. Na jó. Azért nem, tehát hogy így. És hogy készülsz? Van tervet? Egy nagyon tervezős lány vagy, tehát azt gondolom, hogy minden napod előre megvan nagyjából, hogy hogy zajlik itt. Hát most igen. A következő hetekben az nem egészen így lesz. Talán. Hát a következőben egyébként most pont ma regisztráltam két konferenciára a következő egy hónapban, hogy végre lesz időm így elmenni ide-oda, szóval meg moziba, meg színházba. Hogy nézed a plafont menni. Egy hónapon keresztül, nem. És várod, hogy mikor jön a baba? Nem. Meg hát szerintem úgy nem. Én azért szerettem dolgozni, mert hogy úgy elvitte a gondolataimat, az aggódást, félelem, mi lesz, hogy lesz. Nem egy ilyen aggódós vagy? Vagyok. Azért aggódom, mert hogy nem szeretem azokat a helyzeteket, lásd meglepetés. Már itt sem vagyok. Amit nem tudok kiszámítani. És ez a szülés egy ilyen dolog. Hát ott azt mondják. Nem is feltétlenül mindenről te döntesz. Azt mondod? De van rutinod. Van, bár én nem szültem. De láttam már ilyet, igen. Férjedben lesz? Rábízom. És rá is beszéled? Nem. Nem, annyit kértem tőle, hogy valahogy juttasson el a kórházban addig a szobáig, ahol ez történik, és utána rábízom. Teljesen. Nagyon vicces, én ma azt olvastam az egyik bulvárlapban, hogy elköszönsz a nézőktől a mai napon. Állítólag azért, mert várandós vagy. De állítólag azért. Gondoltam, hogy hát, ha valaki az elmúlt hetekben azért nézte a tévét, akkor azért látta, hogy ez valóság. És kézen nem. Tehát, hogy van olyan vendég, aki... Aha. Van olyan vendég, aki mondjuk így 6.-7., most nem mondom, férfiről van szó, rendszeresen találkoztunk, és a sminkben látott, amúgy meg csak így asztalnál, és tényleg? Emília. Kész a gyerek szoba? Hát ma kaptam nagyon cuki dolgokat bele, így ma is a kollégák, úgyhogy most már majdnem teljesen kész. Kék színű? Nem. Nem? Nem. Nem ilyen. Felrúgod a hagyományokat? Aha. Hát ilyen zöldes, mentás, vajszínű, ilyesmi. Hát a gyerek ruhákkal bajban lesz, mert az vagy rózsaszín, igen. Vagy kék. Tehát és ma jutott, valahogy erre vannak és ma jutott eszembe, hogy nincsen még a gyereknek ilyen karácsonyi ruhája, úgyhogy most már az is van, mert gyorsan elrohantam. Hát Mikulás első hát minden karácsony. Egy neki, az korai lesz. Az első karácsonyra meg lesz. Igen. De most már van neki ilyen ronda karácsonyi pulcsia is. Az, hogy elköszönsz, az azt jelenti, hogy fél év, ugye? A gyerek születése után úgy tervezed most. Igen. Ezt mondjuk, hogy fél év valamikor majd tavasszal találkozunk. Azt tudod, hogy itt kikövet majd? Te tudod? Én tudom. Mert azt tudom, hogy te itt leszel. Én itt leszek. Mondhatjuk? Én nem tudom. Hát szerintem mondhatjuk. Hát péntek este már mondhatjuk. Igen? Hát, akkor mondd te. Simon András lesz majd, aki Emiliát váltja ebben a székben a jövő héttől kezdve. Ugyanígy szerdán és pénteken. És hát aztán, ami egészen biztos, hogy várunk vissza. Köszönöm. Meg mindent tudni szeretnénk és majd. Jó ezekben lesznek a nézők, úgyhogy nézzenek továbbra is sok-sok egyenes beszélt. És köszönöm a meglepetést, tényleg nagyon meglepetettek. Köszönöm. Ez volt a szándékunk, örülök neki. És akkor most tényleg elköszönök, azt hiszem. Most a tiéd a pálya. Nézzék most a Duma Kabaré, jön utána pedig a Híradó, és akkor mi tényleg nagyjából fél év múlva tavasszal találkozunk. Szép estét.